mindig virágot kapok a gyerekektől és a férjemtől, és három gyerekünk van. Minden anyákapján kapok. Ez a hölgy, mint a legtöbb édesanya, virágot kap anyák napjára. A jeles alkalmat a különböző országokban más és más napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján, ami idén május 7-ére esik. 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet hazánkban, a májusi Mária tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Az azóta eltelt közel 100 évben a legnépszerűbb ajándék pedig a virág. Most már erről látóbbak a vásárlók. Zömében egy héttel ezelőtt már elkezdődött az anyáknapi meglepetések vásárlása, ami széles skálán mozog, úgy a fágott virágot, úgy a cserepes virágot, és most már nagyon sokan visznek tartós díszt az anyukájuknak, hogy el tudják tenni emlékbe. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatták, hogy az ünnepet megelőző néhány napban rohamozták meg a vásárlók a virágüzleteket, idén azonban ez megváltozott. Sőt, a meglepetések köre is kibővült, ugyanis már nem csak az élő virágot keresik, hanem az ajándéktárgyakat is. Ha pedig cserepes vagy vágott növényre esik a választás, nem korlátozzák le azt egy-egy fajtára. Tavaszi virágokat, vegyes csokrokat, különleges virágokat, nagyon szeretik a hortenziákat, most proteákat nálunk, úgyhogy tulajdonképpen mindent. Az anyák napja mellett egyébként ezen a hétvégén tartják a ballagási ünnepségeket is. Ebből az alkalomból is sokan érkeznek a megelőző napokban, hogy csokrokat készítessenek.